a háromszoros olimpiai bajnok, Hosszú Katinka nyakába az országos bajnokságon is került aranyérem. Persze már megkezdte rég a felkészülést a budapesti vízes VB-re, ezzel célegyenesbe is került, hiszen ott a közönség már elvárja tőle az aranyat. De hogy milyen formában van most, valamint mi mindenre számíthatunk a közelgő filmjének bemutatójával kapcsolatban, azt Hosszú Katinka az Indexnek elmondta. Katinka, ez már kőkemény verseny, vagy csak edzés a VB-re? Mind a kettő igazából, ugye azért itt vagyunk az OB-n, mindenki próbál minél jobb időt úszni, de ahogy sokszor elmondtam, hogy az elmúlt pár napban, hogy ugye a hosszú kiadás után, a Tokió után azért elég nehéz visszajönni, és ugye a VB már nagyon közeledik, tehát ilyen kemény munkában már csak egy hónap van, úgyhogy próbálok minél többet majd belesűríteni, hogy ez az idő azért sokkal jobb legyen majd a VB-n. Azt mondtad egyszer, hogy meghagyod az újságíróknak az érmek számolgatását, de érzed még magadon azt a nyomást, hogy tulajdonképpen várja tőled a papírformát a közönség? Hát igen, igazából kicsit ellent mondtam ennek, azt hiszem januárban, amikor lenyilatkoztam, hogy 96 érem, és még négyet szeretnék, úgyhogy most magamra rátettem a nyomást egy pici, úgyhogy ezt a négyet ezt szeretném idén összeszedni, ugye le van a világbajnokság, van nekünk még egy Európa-bajnokság, meg egy rövidpályás világbajnokság, úgyhogy még azért van lehetőségem, de rajta vagyok. És még azt áruld el, hamarosan jön a filmed, sírva fogunk kijönni a moziból, sport szerető emberek? Hát én nagyon izgulok, hogy jön a film. Én rengetegszer láttam, ugye az első verziótól a 150-edekig aztán az összeset láttam. Nekem nagyon furcsa magamat nézni, úgyhogy én inkább magamon szoktam mosolyogni, mint sem, hogy ugye, hogy most milyen a film, de akik látták a családból már, azok megkönnyezték, úgyhogy remélem. Minden verziónak ugyanaz a vége? Igen.